A fürdőfelújítás, a Karolina óvoda és bölcsöde, illetve az egészségház sikeres pályázata után újabb pályázati támogatásokról számoltak be Sárospatakon. Az egyik 100%-os intenzitású támogatás a régi ESZE épületét érinti. A régi ESZE Tamás Általános Iskola épületének a teljes felújítása, hiszen reményeink szerint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Petőfi utcai épületének a felújítása következő nyáron befejeződik, így a gyerekek vissza tudnak költözni, a következő tanévet már ott kezdhetik, és az ESZE Tamás Általános Iskola épülete teljes mértékben felszabadul. Terveink szerint és a beadott nyertes pályázatban foglaltak szerint itt egy kistérségi központot szeretnénk létrehozni. Az épület átalakítása jövő nyáron kezdődhet el, akkorra, amikor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Petőfi úti épületének kialakítása már befejeződik. Az ESZE épülete szakmai feladatoknak ad majd helyet. A kistérségi gyámhivatal, az építési hatóság, az okmányiroda, a családsegítő és pedagógiai szakszolgálat, valamint a gondozási központ kapna helyet. Ennek a támogatási összege 287 millió forint, 100%-os támogatásról van szó. Ugye ez egy hatalmas nagy dolog a mai nehéz időkben, amikor az önrészt is meglehetősen nehezen tudják az önkormányzatok a pályázatokhoz hozzátenni. A másik nyertes pályázat a munkahelyteremtést segíti elő. A kommunális szervezettel együtt egy 48 fő foglalkoztatására alkalmas pályázatot sikerült elnyernünk. Ez egy nagyon nagy szám, amikor tudjuk, hogy minden munkahelyet meg kell becsülnünk. Ez a pályázat tartalmazza a 48 főnek a bérét és kiadásait, és tartalmaz egy 37 millió forintos eszközbeszerzést, amire nagyon nagy szüksége van a kommunális szervezetnek. A közel 500 ember nem csak munkához, képzéshez is hozzájuthat a 170 millió forintos pályázatnak köszönhetően. A közel 500 ember már az ősszel elkezdheti a munkát, és 24 hónapon keresztül tudunk nekik képzést és munkát biztosítani. Az alpolgármester azt is elmondta, hamarosan újabb pályázatot nyújtanak be városrehabilitáció témakörben. A piacot fogjuk felújítani, valamint a városközpontot, nevezetesen a művelődés háza előtti térburkolat cseréjére kerül sor, és a tárgyalásaink alapján nem tartom kizártnak, hogy itt egy közösségi teret fogunk tudni majd kiépíteni. A városrehabilitációs pályázathoz új parkolóhelyek kialakítása is tartozni fog. Ezt a pályázatot a testületi határozat után még ősszel benyújtják a kiírónak.